Mester Károllyal beszélgetünk, aki agrármérnök, fitoterapeuta, természetgyógyász. A mostani beszélgetésünk apropója pedig, hogy elnyerte az év agrár innovátora címet. Mit is lehet tudni erről a jelölésről, illetve erről magáról, erről a díjról? Igen, 9. alkalommal hirdették meg ezt a díjat. Ugye most már egyre bővül, egyébként 11 kategóriában osztanak díjakat. Hát a jelölést az különböző társadalmi szervezetek végzik, nem feltétlenül aznak a jelöltje vagyok én, aki gyakorlatilag úgymond szponzorálta ezt a kategóriát. Tehát gyakorlatilag engem meglepett a dolog, hogy egy hölgy fölhívott engem teljesen ismeretlenül, hogy elfogadom én ezt a jelölést, illetve hát egy laudációt kellett csinálni. Hát mondtam, hogy örömmel elfogadom. És aztán ugye a 11 kategóriában 54 jelölt volt, és ugye kettőt-kettőt hívtak be kategóriánként, és ott egy 70 tagú zsűri előtt kellett egy körülbelül fél órát beszélni az embernek a munkájáról. És hát ez alapján a szavazat, a titkos szavazás alapján én kaptam idén ezt a díjat. Azt kiderült-e esetleg, hogy milyen, pontosan milyen tevékenységért, vagy milyen munkájáért kapta a díjat? Igen, tehát ennek a díjnak nagyon fontos része a társadalmi felelősségvállalás. Tehát ezt minden esetben kihangsúlyozták ott, hogy ez egy fontos része. Tehát az agráriumnak olyan emberei kapják ezt a díjat, akik nem csak a saját szakmájukban úgymond jók, hanem gyakorlatilag egyfajta felelősségvállalás is van azokért, akiket ugye az agrárium úgymond hát etet gyakorlatilag, hiszen az agrárium termeli az élelmiszert. És ugye ebben volt egy nagyon fontos gondolat, amit én már elég régóta használok. Ez Seattle, ugye egy amerikai város, úgy észak-nyugaton, fönt. Annak a város nevét ezt egy duvamis indiánoknak a törzsfőnöke Seattle adta. Tiszteletből ugye így hívják ezt a várost. Neki volt egy 64 pontos hát előrejelzése az amerikai fehér embernek, hogy ez tény, tehát ezzel nem szabad vitatkozni, tehát 70 millió indiánt írtottak ki ott, és gyakorlatilag, hogy az amerikai fehér ember mit fog tenni ott az amerikai kontinensen. Több érdekes mondat van benne, és ebből egy mondat, ami nekem talán egy kicsit a jelmondatommá vált, hogy amit tesztek az állatokkal, az lesz a ti sorsotok is. Na most ugye ementén, a gondolat mentén, ugye én nem szoktam jelentkezni sehova, már most már nagyon sokan hívnak, tehát gyakorlatilag több országos is, meg kisebb helyi tévékbe szerepelek bizonyos problémákról, és ugye így szoktam mondani, hogy ugye, hát nagyon érdekes az én történetem, hiszen ugye sertéssel foglalkoztam majdnem egész életemben, és ugye az egy rendkívül módon hasonlít az emberre, tehát egy Alan Archibald nevezetű orvos és állatorvos professzor, hiszen van egy egyetem, ahol a két kar együtt van, ez egy nagyon érdekes hely, és ugye gyakorlatilag ő azt mondta, hogy minden esetben az emberre vonatkozóan a legjobb kísérleti eredményt az ember adja. Tehát ha ezzel nem szabad gondolkodni, mert ez így van, Alan Archibald mondta. Na most én azt szoktam mondani, hogy ugye nekem van egy óriási előnyöm, nevezetesen az, hogy a homo sapiens, tehát az embernek a generációs intervallum az 25-30 év, tehát olyan 25 és 30 között szülnek most a lányok, viszont a koca lányok 14 hónaposan szülnek. Tehát én gyakorlatilag az elmúlt 40 évben ugye 35 generációt láttam, és ebben egy nagyon-nagyon fontos kitétel az, hogy ebből egy olyan 15 generáció, ahol még az Európai Uniónak az áldásos élelmiszerbiztonsági tevékenysége nem volt ott, ez ki kell hangsúlyozni, és az Európai Uniónak, ugye az EFSA-nak tevékenységét pedig egyértelmű, hogy megy az amerikai Food and Drug Administration után, ez az amerikai élelmezés és gyógyszerészeti hivatal. Tehát gyakorlatilag ameddig nem voltak itt, addig nem nagyon volt itt nagy probléma. Aztán, mikor átvettük ezeket az élelmiszerbiztonsági szabályokat, és ugye
Nekem 90-ben egy holland szakember megkérdezte tőlem, hogy miért tartjuk a sertést. Én mondtam, a húsáért meg a bőrért, azt mondta, nem azért tartjuk. Itt várok egy picit, és akkor mindenki gondolkodjon-e, hogy miért tartjuk a sertést. Hát a sertést azt a profitért tartjuk. Na most mi még azért tartottuk a sertést, meg mi úgy tanultuk, hogy legyen egy egészséges élelmiszer. Hát itt most már a profitért kell tartani. Na most ebből kéne kifordulni valahogy. Hát én ebből úgymond hál' Istennek kifordultam. Ezért gyártok GMO-mentes és adalékmentes takarmányt. Ez az adalék, ez nagyon sok érdekes, ez messzire vezetne, hogy ennek milyen kártékony hatásai vannak. Ugye gyártok állatgyógyász egy gyógyhatású készítményt, és bár nem akartam, hozzáteszem mindig, hogy nem akartam, de muszáj volt, mert az emberek elkezdték inni az állatgyógyászati készítményt, és akkor csináltunk humán étrendkiegészítőt, és utána ezt a tudást végül is, ugye a Béké László, ugye a Magyar Természetgyógyászat egyik megalapítója, ugye megtalálta, és ugye már így mondom, hogy Laci bátyámmal mi nagyon jó viszonyba kerültünk, és akkor hát előírta nekem szinte, hogy el kell végezni a tanfolyamokat, járt ki az iskoláját, és akkor vizsgázzak le. Hát 62 éves voltam, és természetgyógyászként levizsgáztam, pedig hát nem mindent úgy kértek, ahogy én gondoltam, mert ilyen telefonkönyvet kellett volna megtanulnunk, de aztán hát még talán bírtam. Na most tulajdonképpen ez a lényege, hogy ennek a társadalmi felelősségvállalásnak, amit én csinálok, úgy látszik, hogy ez néhány embernek tetszett, akik végül is javasoltak engem, illetve hát ugye annak a 70 embernek, akik között azért több tudományos legitimációval rendelkező ember volt, de mégis úgy gondolták, hogy hát én legyek az. Bár hozzáteszem, hogy ugye én kutató palántaként kezdtem ugye az Öntözési Kutatóintézetbe annak idején állattal, egyébként ott egy ilyen gyephasznosítással, és ugye ott, hát volt nekem egy érdekes érzésem ott, ugye ez a Kádár rendszer utolsó évei voltak, de az öreg kutatók majd el fogják mondani helyettem is ezt, hogy gyakorlatilag, hát ugye, na nem volt forrás, tehát idézőjelbe téve tologattuk az üres talicskát, hát mondom, ennek nem sok értelme van, és aztán ugye akkor a Kovács Péter vezette, ugye a Dózsa TSZ-be kerültem állattenyésztőnek, és hát ilyen ügyes parasz gyerekként azért elég hamar főágazat vezető lettem, másfél év után kaptam egy feladatot. És két hónap múlva rájöttem, hogy tulajdonképpen nekem van egy kutatóintézetem. És ez a sertéstelep volt az én kutatóintézetem, és gyakorlatilag hát ott jó néhány évet lehúztam, és hát sok érdekes dolgot csináltam, több tudományos szék is született belőle, és ugye hát érdekes megfigyelések voltak, meg hát az egész történet ott indult el, az állatgyógyászatnak a története, tehát ugye a gyógynövényekkel kapcsolatosan. Volt kollégáim, ugye főzték a disznótoros ügyházba, és akkor hát kialakult egyfajta keverék, tehát ez egy érdekes fejlesztés volt, mert ott éltünk. Na most a következő helyzet, hogy aztán az élet úgy hozta, én elmentem 300 sertéstelepre, és minden megvilágosodott. Tehát gyakorlatilag nem piros pontokat kell adni a kismalacnak, hogy ne legyen beteg. A kismalac nem attól beteg, amit még eddig nem adtunk neki. A kismalac attól beteg, amit eddig adtunk neki, a fekete pontokból kell törölni. Na most ugye ez aztán ugye, hát egy termékhez vezetett, tehát azért ez egy elég bátor vagy merész gondolat volt, hogy nagyon sokat mentem, sokat dolgoztam, gyártottam a takarmányt, jó elvek szerint, szakértőként dolgoztam itthon, külföldön több cégnek, és akkor amit pénzt kerestem, akkor azt tegyem már bele valamibe. Tehát ez a 19-re lapot kérés volt, mert annyira hittem benne, megépítettük az üzemet, természetesen minden saját kütfolyból, megkapta az engedélyt, és aztán utána lett ugye a humán termék, és ez végül is én azt mondom, hogy ha a takarmány jó, vagy ha ipari takarmányt eszik az állat, de az állatgyógyászati készítménybe ugye belenyúlnak, és ugye azzal tudjuk ezt kompenzálni a problémát, vagy akár a herbafúvóval, vagy ha táplálkozását beállítja az ember, mert itt legális minden, tehát ugye az Európai Unió kiváló paramétere szerint gyártják a takarmányt. Hát itt több takarmányos szég, az rosszul van, hogyha én elmagyarázom azt, hogy itt mi a probléma.
Márpedig az a probléma, mert én nekem meg volt a lehetőségem arra, hogy több cégnek is dolgoztam. Tehát egyszerre több sertéstelepet felügyeltem, és ott mi láttuk azt, hogyha kicsit másképpen gondolkodunk. Tehát most ez divat szó egyébként, tehát ez most kivelem a biztosítékot, precíziós mezőgazdaság. Egy precíziós van valaki csak. Az a jóisten. Na most a következő helyzet, nem természetszerűleg kell takarmányozni az állatokat, és ha oda visszatérünk, akkor egészséges élelmiszer lesz. Na most jelen pillanatban itt van egy ellentmondás azért, de előbb-utóbb ez át fog váltani. Mert ha nem működik az állatoknak az immunrendszere, antibiotikum nélkül nem tud fölnevelni. Az plusz költség. De ha egészséges takarmányt adsz neki, akkor működik az immunrendszer, nem kell antibiotikum. Tehát én azt várom azt, hogy előbb-utóbb visszatérünk a teremtés elveihez, mert ugye Szent Györgyi Albert, ugye, aki nekünk egy ikon, ő azt mondta, van egy imája, keressenek rá, nagyon sok érdekes gondolat van benne, egy hat verszak van benne, hogy Uram, drága bolygót teremtetted nekünk lakóhelyül. Ugye megengedted nekünk azt, hogy megértsük a teremtést, hogyan működik, hiszen megértjük a biológiai törvényeket, a fizika törvényét, mindent megértünk. Engedd meg nekünk, hogy veled együtt munkálkodjunk, hogy ez a bőség, a harmónia, a boldogság és a béke szigete legyen. Na most én határozottan tudom mondani, nem az Úrral együtt munkálkodunk, hanem akik eltörölték a biológiai törvényeket, ezek a multinacionális cégek, akik felülírják a tudományt, ők munkálkodnak. És ha ezen tudunk változtatni, akkor változni fog a világ, ha nem, akkor érzékeljük ezt, tehát nincs itt mesét. Mikor én gyerek voltam, nem volt egyes típusú cukorbeteg gyerek egész fehérgyarmaton, mert ott születtem. Most van. És ennek az oka, ez egy érdekes történet, de ez már természetgyógyászként én el szoktam mondani mindig. Aki figyelemmel kíséri, hogy milyen fontos az egészséges táplálkozás, mindennek az az alapja, de tudunk-e egészségesen táplálkozni, tehát tudunk-e olyan termékeket venni, akár mondjuk a húst, akár a növényeket nézzük, ami nincs tele növényvédőszerekkel, akár a vízünkben mennyire található, meg hogyan tudjuk elkerülni ezeket a buktatókat? Hát igen, ugye amikor az iskolában ugye kémia óra következik, akkor a gyerekek már rosszul vannak, hát ez probléma. Tehát ez a természettudománynak a rangját vissza kéne emelni, tehát a természettudományos műveltségnek meg kéne lenni, hogy ne vezessenek bennünket orrunknál fogva. Na most vannak szép kezdeményezések, tehát most én itt nem akarom én név szerint megemlíteni, de vannak olyan állattartók például, akiknek én gyártok takarmányt, nem eteti csak az én takarmányomat, az funkcionálisan működő takarmány, és ugye gyakorlatilag azt én is megeszem. Tehát gyakorlatilag ezeket a kezdeményezéseket kellene úgymond folytatni, csak nekünk kellene egy kicsit okosabbnak lenni, hogy a közgazdasági szemléletet azt nem mindig azon próbáljuk már meg, hogy milyen kenyeret veszünk. Tehát ne a kenyér árának halljunk spórolni, mert a kovászos kenyér, ugye az nekem már ez volt az első komolyabb munkám, amikor ugye a Természetgyógyász magazinban én írtam meg a mindennapi kenyerünket. Tehát én most mondom itt, hogy az adalékos, teljes kiöllésű kenyér, az lassan ölő méreg, egyenes út a krónféle betegséghez, egyenes út a vastagbél daganathoz. De az a tudás, amit mi kaptunk az őseinktől, hogy fehér kenyérlisztet használtak, mert malmot építettek, nem darálót, malmot. Tehát ott szét kellett választani a korpától, meg a csírától, és csak a tápláló szövet volt benne, és gyakorlatilag azt egy 10-12 órás fermentációs folyamaton keresztül vitte, az 10-12 óra, annak ára van, a dagasztógép azt tekeri a villanyórát. Tehát ennek mindnek ára van, viszont a kovász az maga az ige. Ugye most a lelkész úrak örülnek, de ez tényleg így van. Azért, mert megváltoztatja az ige is, megváltoztatja a lelket, és a kovász meg megváltoztatja azt a gyulladást okozó anyagokkal telerakott búzalisztet, aminek van oka azért, hogy miért rakta tele, annak a gyulladást okozó anyagok elbomlanak. Tehát a kovászos kenyérbe a liszt saját tömegének 2,5%-a elbomlik, és pont azok a növényi lektinek, aztán a glutén, és ugye egyéb a FODMAP, mindegy, tehát azok bomlanak el. Tehát a búzaszem, az a búzának a gyereke.
Minden anya védi a gyerekét. Telerakja gyulladást okozó anyagokkal az anya, hogy megvédje a kisegértő, hogy ne egye már meg, mert hármat megvet, azt mondja, fáj a poci, nekem nem kell több. Na most ilyen tudást kellene közvetíteni. Tehát ugye nekem azért nagy öröm, mert a Szegedi Egyetem élelmiszer karán azért a dr. Véra Antal, az nagyon jó barátom, ő a dékán, és én tanítok náluk, hát ilyen alternatív dologként, még tanmenetben nincsen benne, vagy a mezőgazdasági karon is, vagy funkcionális dietetika iskolába is, és ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen az életnek van logikája, az életnek vannak törvényei, és ezeket a törvényeket írták felül, ezek a multinacionális cégek, hogy szedjél izint, elmúlik a herpeszed. Hát elmúlik a herpeszed, csak nem fog működni az immunrendszered, magas lesz a vérnyomásod, tönkreteszed a vesédet, meg nem akarom sorolni ezeket a dolgokat. Említette itt ezt a vállalkozást, amit felépített, egy kicsit be lehet mutatni, hogy akár milyen termékeket gyártanak, kiknek ajánlják ezeket, illetve például mennyire nagy gondot jelent az alapanyagoknak a beszerzése. Hát igen, tehát ugye ez szépen folyamatosan bővült, folyamatosan épült. A háborúval vannak azért gondjaink, mert tehát az Európai Unióban csak olyan fajtára adnak támogatást, amit 25-szer meg kell permetezni. Nekünk egy nagyon fontos alapanyagunk, ez az úgynevezett szárított almatörköly, azért, mert ez a szárított almatörköly, ez az almai gyártásnak a mellékterméke, tehát kipréselik az almalevet, kicentrifugálják, azt megisszák az édesszájú emberek, amivel én nem nagyon értek egyet, a visszamaradó, a gyümölcsnek a húsában lévő nagyon finom rostok, ezek vízben oldható fermentálható rostok, ezek gyakorlatilag a jó bélbaktérium tápláléka. Tehát ezen tud a legtöbb vajsav termelő, butirát termelő bélbaktérium elszaporodni. Na most ezt, hogy én hogyan tudom behozni Kárpátaljáról, ahol hál' Istennek még a permetezőszert annyira nem ismerik, meg még a monarchia idejéből oda tett almafajták, amelyeknek van ellenálló képessége, azokról viszik be, és tulajdonképpen nekik van az almalére biominősítésük, de hát most nem kérték meg az almarosta, de én azt mondom, hogy én nem ragaszkodom a biominősítéshez. Tehát meg kell próbálni, és akkor látszik az, hogy mondjuk ez nagyon érdekes dolog, mert van olyan év, hogy 400 tonnát használunk föl. 400 tonnát, ez azt jelenti, hogy kismalacok takarmányába, lovak takarmányába, gyakorlatilag minden takarmányban benne van, hiszen az állatoknak is a mikrobiomja, az végtelen fontos. És akkor látjuk az állatoknál, hogyha belekerül a takarmányba, akkor hogy működik a mikrobiom. Embereknél ugyanúgy működik. Tehát ezzel voltak gondjaink, de hál' Istennek azért egy 120 tonnát sikerült behozni idén is, és még szerintem azért tudunk. És én nagyon ragaszkodok hozzájuk, ez több mint 10 éves kapcsolat például. Aztán ugye hát itt azért a költségek nagyon-nagyon elmentek, tehát nekünk is most már szerintem 6-szoros a elektromás áram, a fa, nekünk faelgázosító rendszerünk van, hát az is 4-szerese. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy viszont csak 12%-ot emeltünk a herbafúvónak az áron az elmúlt évek, tehát 5 évben, mert azért a volumen egyre növekszik, és akkor egy termékre jutó általános költség meg egyre kevesebb. Tehát a takarmány az katasztrófa, tehát az 3-szoros áron van, de hát hál' Istennek egyre több takarmányt gyártunk. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy most jelenleg egy francia vízi szárnyas cégnek gyártunk nagyon sok takarmányt, mert az ottani ügyvezető hát saját maga látta, hogy hát mi a probléma. És hát ott nagyon érdekes történetek lesznek, ott nagyon nagy volumenben, vízi szárnyasnál gyakorlatilag egymás mellett van az én funkcionális takarmányom, és a multinak a precíziós takarmánya, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon messzire jutott az ember, és nem is akartam én ezt mindent. Tehát még egy profi baromfi újságba én elmondom azt, hogy ipari takarmányon beteg a baromfi, nem működik az immunrendszere. Tehát az én korosztályom tudja, hogy minden baromfi ki volt az utcán, meg az udvaron. Azt hol volt a madárinfluenza? Sehol.
Azért, mert működött az immunrendszer az állatoknak. Tehát az ipari takarmányt teszik a fácán telepen a fácán, mindegyik elpusztul. Aki időbe kiszökött a kerítés alatt, és jóisten takarmányozza, veri a jeges eső, meg hideg van, meg nem tud szárazba lefeküdni, annak meg semmi baja. Hát el kéne gondolk, tehát itt a tudománnyal is óriási bajok vannak, hogyha én bemegyek az akadémiára, és elmondom, hogy a lizin-argin antagonizmust akarom kutatni, azt mondják, nem releváns a kérdés. Dehogy is nem. Csak nektek nem releváns. Tehát nyilvánvalóan, de hát most ez nagyon érdekes dolog, mert hál' Istennek nagyon sok, nagyon fontos orvos, állatorvos, vagy természettudományban gondolkodó barátom van. Hát ők azért a háttérbe úgymond támogatnak engem, vagy az én alma máterem ugye a debreceni, bár itt végeztem először a főiskolán, aztán utána ugye Debrecenben én elvégeztem az egyetemet, és gyakorlatilag ott is dolgoztam is 3 évet az egyetemen, ott is a volt kollégám, aki most ugye a legnagyobb állattenyésztő professzor, ő megkérdezte, hogy Karcsi, kitől van ez a tudás? Hát mondom, Sanyi, mert nekem Sanyi, mondom, hát azt mondja, tőlünk nincsen. Na most tényleg nincsen ez a baj, csak ugye egy másik fontos ember mondta, hogy nekem nem tanult tudásod van, mármint nekem tapasztalt tudásom van, van tanult is, mert minden egyes dolognak utána kell nézni. Tehát én most én elmondom azt, hogy kinurrenin útvonal sérül, és mitokondriás probléma van, nem hiszem, hogy valaki ezt rajtam kívül érti szarvason. Most én nem nagy képű vagyok, csak megfejtem azt, hogy 70 millió kismalacnál a kognitív képességek miért nincsenek meg, és 70 millió kismalac miért butul el a kutricába, nem tudja megtanulni azt, hogy ott az itató, ott az etető, oda megyek kakilni, ezt már nem tudja megtanulni. Ez azért van, mert az agyba az információ áramlásnak nagyon nagy az energiaigénye, és a mitokondriumok sérülnek, ez a sejteknek az erőművei, akkor vannak problémák. És ez itt van nálunk, is már sajnos, de Amerika mindenben előttünk jár, tehát ott kell figyelni a dolgokat, tehát én meg ezeket úgy cippantom magamba, tehát az, hogy a Békés-megyei fővadász lenyilatkozza azt, hogy a Békés-megyében az őzek szarvasok agancsa 30%-ban sérül meg nyomorék, és akkor most mit kell kutatni? Nem kell kutatni semmit. Békés-megyében legnagyobb a talajvize glifozát tartalma, a glifozát az glicin-metil-foszfát, és a kollagénben ott van a glicin. És helyette berakja a glifozátot, elrontja a térszerkezetet, és itt a probléma. Tehát élettani, kórélettani alapon nagyon sok mindent meg lehet fejteni, csak hát releváns, hát ha akadémiára megint ezzel akarok menni, nem fogok bejutni. Az én úgy szoktam mondani, hogy én 3 millió forinttal kezdtem el a vállalkozásomat 2012. februárjában. És most már több száz millió az árbevételünk, banki hitelünk nincs, nem is lesz, és gyakorlatilag ugye ez a takarmány az elég jó forgott, meg azért nekem nem volt rossz nevem a szakmában. Tehát amikor bekopogtam egy helyre, hogy kapok-e innen átutalásra takarmányt, alapanyagot, és azt mondták, hogy neked adunk 45 napot. Nekem meg 14 napra kifizették, tehát azért, mert várták a jót, és akkor gyakorlatilag ezzel szépen úgy 3 év alatt úgy szépen föltornáztuk az árbevételünket, hiszen minden héten gyártottunk takarmányt, és akkor ez volt a jó, ez volt a gondolat. Tehát az, hogy a motiváció az bennem volt, hogy szerettem volna valamit jót csinálni, és hát hál' Istennek lett ez az állatgyógyász egy gyógyhatású készítmény. Ugye annak a, úgymond a nyereségéből pedig hát ugye megcsináltuk a humán terméket, és most már ugye azért 4-5 termékünk van. Ezek mind-mind szerintem ilyen funkcionálisan működő, tehát ugye talán a terméklevét ki lehet mondani itt, igaz, vagy nem lehet? Ki lehet? Tehát a herbafó eszencia, ugye herba, az a gyógynövény, fulvó az a fulvósav. A fulvósav a talajokban van, a húminsavaknak a legkisebb molekula tömegű része, hiszen mindig fulvósavat ittunk, mert aki meddig patakvizet ittunk, azok tele vannak fulvósavval, és ennek nagyon érdekes tulajdonságai vannak, és most már 4 féle herbafulvó van. Ezek a prémiumot javaslom én mindenkinek, ennek a mitokondriális betegségnek ott van benne a, úgymond a megoldás, és ugye ezt onnan látjuk, hogyha egy sertéstelepen 3500 koca issza, és neki a mitokondriális probléma elmúlik,
az 3500 koca, az nem két kisegérrel, vagy mit tudom, 16 kisegérrel, három ismétlésben folytatott kísérlet. Nem, az 3500 koca. Na most ugye azt inkább azt javaslom, aztán itt a mikrobiommal nagyon sok probléma van, és ezért van az, hogy nekünk ez a szárított alma törkölyből előállított alma rost. Ez gyakorlatilag, ez rendbe rakja a székletet, rendbe rakja a mikrobiomot. Hát nyilván a herba fúvóban, meg azért az érdekes gyógynövények azért ott vannak, tehát itt például olyan tudás jött a Dózsa TS-be például ezzel kapcsolatosan, mert Domán Imre bácsi, ugye szarvas ikonikus állatorvosa, az szedette a naposokkal a lósos kamagot, és az embernek, borjúnak, mindenkinek tökéletes volt hasmenésre például. Tehát itt ilyen nagyon-nagyon ősi tudások vannak, csak ugye megint jönnek a mostani kommunisták, ugye a múltat végképp eltörni, rabszolga, hadd indulj velünk. Tehát ez mind újra termelődő erőforrás, aminek nincsen ökológiai lábnyoma, mert ez nem gyógyszeripar, tehát mi abszolút környezet tudatosan, meg abszolút környezet barátan tudunk gazdálkodni, mert tehát gyakorlatilag mi nem érünk rá szedni sajnos, ha mi szedetjük ezeket a gyógynövényeket itthon is, meg Erdélybe is, és ezek általában Natura 2000-es területekről vannak, és gyakorlatilag hát annyi lósóska majd meg tönkre egy évbe itt az országba, hogy az egész világnak a hasmenéses problémáját meg tudnánk oldani vele. Akkor most nem ezt kéne csinálni? Hát szerintem igen. Tehát gyakorlatilag ugye hát a gyógynövények ára is hát gyakorlatilag háromszorosára ment föl. Aztán ugye, ha már itt vagyunk, gyártunk almapektint inulinnal, ez a babáknak is, akik úgy szeretnek kényeskedni, tehát hogy az almarostat azért nem könnyű, tehát a nap nehezén akkor vagyok túl, amikor én saját almarostomat beveszem, mert nem jó az íze, olyan, mint a fűrészpor, lehet egy kicsit valamivel bolondítani, de ez az almapektin inulinnal, ez finom. És tulajdonképpen ez az almapektin mi kifőzzük, egy nagyon-nagyon jó minőségű inulint használunk, tehát gyakorlatilag itt is vannak nagyon érdekes dolgok, hogy nincsen benne monoszalid és nincsen benne cukoralkohol, ezért nagyon jó. És ez a jó bélbaktériumnak a tápláléka. És tulajdonképpen, ha nincsenek jó bélbaktériumunk, akkor minden bajunk van. Ezt higgyék el, hogy a refluxnak ez a problémája. Nagyon sok népbetegség van ott, ami az látszik, mert nagyon sok mikrobiom vizsgálatot látok. Butirán, tehát vajsav termelő mikrobája nem nagyon van az embereknek. Ugye ez a másik termékünk, és aztán ugye gyakorlatilag azért vannak még itt nagyon érdekes fejlesztési elképzelések, tehát nagyon-nagyon sérülnek a májak. És ugye a herbafúvóban nyilvánvalóan nekünk van egy Mária Tövis modulunk, abból a Mária Tövis modulból akarok én egy külön májvédő terméket csinálni, és már mi tudjuk, hogy nagyon jól működik, mert akik olyanok, annak én tudok adni. És gyakorlatilag ez a központi anyagcsere szervünk, és ugye anélkül nincsen élet. És gyakorlatilag hát itt megint a biokémiai tudás az nagyon fontos lenne, hogy például itt vannak hisztaminérzékeny emberek, 2:16 hisztaminérzékenységről, YouTube-on van fent egy előadásom, hogy a hisztaminérzékenység nem a hisztaminról szól, hanem az állatok takarmányozásában használt lizinnek a problémája. És ugye gyakorlatilag hát ezeket is szépen úgy össze lehet rakni, és ugye csak ilyen egészségtudatos vagy, amiben az ember megpróbál valamilyen szinten felelősséget vállalni, hát ez a társadalmi felelősségvállalás, hogy próbáljunk már valami jót tenni. Aztán én egy kicsit olyan kategorikus ember vagyok, tehát azért sokan ismernek engem szarvasan, hogy az állatnál is úgy volt, hogy tehát a református ember az érdekesen dolgozik, azt a munkát szolgálatnak tekinti. Tulajdonképpen én mindig is szolgáltam akár az állatoknak az érdekét, vagy a jólétét, vagy az egészséges élelmiszertermelést, hát most meg adott esetben a gyógyulást. Természetgyógyászként is dolgozik, esetleg össze lehet a foglalni nagyon röviden, hogy mik azok a leggyakoribb problémák, amivel önmeglátása szerint az emberek küszködnek, illetve milyen a megoldás ezekre? Igen, ugye, tehát nekem Budapesten van a rendelőm, egy nap csak 4 embert fogadok, tehát nem futószalag, azért, mert másfél óra kell egy emberre. Na most, tehát itt ugye, mert itt mondtam már, hogy a fekete pontokból kell azért törölni,
Nyilván a gyógynövények fantasztikusak, tehát el is mondtam, hogy ezek végtelenül jó hatással vannak. Hát ugye, ha visszatérek egy percre a lósoskamagra, a lósoskába bele van építve a baráti tüzelve. Hát két NATO-gép azért nem lövi le egymást, mert akármilyen felségre van rajta, szól a másik, hogy én is NATO-gép vagyok. Na most a lósoskamag megy és takarít, és akkor azt mondja, ez jó bélbaktérium, azt nem bántom. Ilyen antibiotikum nincs, és nem is lesz. Tehát ezért fantasztikusak a gyógynövények. Tehát gyakorlatilag nyilvánvalóan fitoterapeutaként én ezt használom, de a fekete pontokból is törölünk. Hát nagyon sok a gasztroenterális probléma. És ugye nekem a sertés a minta. Tehát ha bejön hozzám egy ember, és neki magas vérnyomása van, és nem nagyon tudja kezelni az a gyógyszer, akkor az első kérdésem minden esetben az, hogy esetleg aranyér problémája van? Persze van. De hogy jön ide a magas vérnyomáshoz? Azért van aranyér problémája, mert a orvosok értik, tehát a portális keringésben van hipertónia, tehát ott van magas vérnyomás, máj problémája van, rászorít a máj kapun a portális keringésre, és szökik a vér, és a végbél vénákon keresztül szökik a vér, aminek egyébként a májba kéne menni, az alsó vénába. Na most ez többféle problémát is gerjeszt, mert nem megy keresztül a májon egy, kettő, meg azért ez a probléma az általános, meg ugye plusz magas vérnyomása van, amit a gyógyszerek nem tudnak kezelni, vagy bizonyos gyógyszerek helyesebben nem tudják kezelni, azért, mert ott egy egyszerű mechanikai probléma van, a duzzadt májsejtek beszűkítik a májkaput. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy tehát természetgyógyászként én úgy gondolom, hogy a béki tanár úr mondja rám, hogy nektek fordítva vagy bekötve, én balmenetes vagyok. Azért másképp gondolkodom, azért, mert megvan a minta, hiszen annyit küzdöttünk a végbérelőséses sertésnél. Aztán, amikor 64 darab végbérelőséses sertét elvittem a dabasi vágóidra, levágattam, és gyakorlatilag ott mindet szétszedtem egyenként, akkor láttam, hogy mindenhol a májkapu be van szűkülve. Na most ugyanígy adott esetben, ugye, ha a sertés kocalányok policisztás petefészekkel rendelkeznek, és hát a lányoknak is van, ott tudni kell azt, hogy tehát lehet tudni, hogy mitől van. Tehát amikor megváltoztatom egy adott telepnek a takarmányozását, mert volt ilyen 50 darab kocasüldőt vittünk el levágatni, szétszedtük, úgymond, tehát a genitáliakat kivettem, és mindegyiknek policisztás petefészke volt. És kivettük a génmódosított szóját, és a következő korosztályban semmilyen probléma nem volt. És a glifozátnak a szerepét én megtalálom abban, hogy hogyan blokkolja az aromatáz enzimet. Gyakorlatilag ezeknek a hölgyeknek magas lesz a tesztoszteronja, és ugye gyakorlatilag nyilvánvalóan, tehát én könnyebb helyzetben vagyok, és talán ez is a társadalmi felelősségvállalásnak egy része, hogy elmondom. Tehát az a tudás, amit az ember tud, az semmi, ha azt elmondja, hogy akkor hallgassák már meg, hogy hallják meg, és nagyon sokan meghallják azt, hogy nem tudom, az orvosok hogyan kezelik a policisztás petefészket, de nagyon sok cikk van már, tudományos cikkén megtalálom. Francia kórházba jöttek rá legelőször, hogy a policisztás petefészkes hölgyeknek, mindegyiknek nagyon magas a vérben a glifozát szintje, ez a génmódosított szójából van. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy talán így, és nyilvánvalóan itt ugye Jakab 5. levele, ugye valljátok meg bűneiteket, imádkozzatok, és meggyógyultok. Na most a világnak a bűneit én azért ugye nagyon ismerem, a fruktóz egy nagy bűn, a pálmaolaj az egy óriási bűn, az, hogy az élelmiszereket nem fermentáljuk, az is óriási bűn, a szabad aminósavak használata óriási bűn, és a génmódosított növények használata óriási bűn. És ugye üzenem annak az akadémikusnak, aki az Amerikai Tudományos Akadémia 407 oldalas tanulmányát kommunikálja Magyarországon, hogy Amerikában minden génmódosított, és semmilyen probléma nincsen se az állatoknál, se az embereknél. Én majd csinálok a YouTube-on egy érdekes előadást, és akkor az amerikai farmerek mit mondanak, amerikai állatorvosok mit mondanak, a dán farmer mit mond, az ausztrál kutatónő mit mond, és hogy én mit láttam a sertéstelepeken, az is ott vannak benne, és néha még durvábbat látok, mert ugye ennek a gyönyörű Európai Uniónak, amit hát mi léptünk be,
Ennek egy nagyon nagy problémája van, ugye, hogy aláírta a szabadkereskedelmi egyezményt Amerikai Egyesült Államokkal, és nem tudjuk megengedni azt, hogy 650 millió vagy 650 ezer tonna génmódosított szóját ne engedjünk be. Ha beengednénk, föllélegezne a magyar egészségügy. És még egy utolsó kérdés, most itt említett egy pár fekete pontot, hogy mi az, amit nem kéne fogyasztani ön és a családja, mi az, amit fogyaszt, és mi az, amit biztos, hogy nem fogyaszt. Hát a fruktóz bevitelre nagyon oda kéne figyelni. Körülbelül ugye 8-10 g fruktóz tud felszívódni. Tehát ugye 12 cukorgyárunk van, 12 cukorgyárat eladtak. Tudjuk, hogy ki adta el, az a nemzetellen elkövetett bűn volt. Aztán utána meg a cukorkvótánkat is eladták, az is a nemzetellen elbűnöltött bűn volt, mert az diszaharid a répacukor, az föl tud szívódni, a fruktóz monoszaharid nem tud felszívódni, és innentől kezdve, ami nem szívódik föl, az a rossz B-baktériumnak lesz a takarmánya, tehát takarmányozzak a rossz. Ami meg felszívódik, az meg a májba csinál óriási problémákat. Tehát ezek a cukros üdítőket, ezeket száműzni kéne, arról nem beszélek, hogy tehát ezek az energiaitalok, ez katasztrófa. Katasztrófa, de hát jól megy, mert ugye én Miskolc környékén látom, hogy mekkorát építettek, ott nem akarom megmondani kit, de hát most még jól néz ki, de majd mikor Szentpéterre fog beszélgetni, aki gyártja és nyomorúságot okoz gyerekeknek, meg embereknek, az egy másik kérdés lesz. Tehát a fruktóz. Kettő a pálmaolaj. A pálmaolajnak az omega-3 zsírsav tartalma nulla. Az emberi agynak meg 60%. Minden csokiba pálmaolaj van. Mitől lennének okosak a gyerekek? Mitől lennének mentálisan rendben? Attól, hogy megennének minden nap 20 deka halat, és abban van 2-3 gram omega-3 zsírsav, mert az kell az emberi agynak, és az kéne a várandós anyukáknak is. Tehát a pálmaolaj a másik nagy bűn. Ugye a harmadik dolog a szabad aminósavak használata. Hát ez egy kicsit bonyolultabb. Tehát én nagyon értem, nagyon tudom, és látom is a telepeken, és illetve látjuk azt, ha nem adunk az állatnak szabad aminósavat, de jelen pillanatban ez a precíziós tudományos takarmányozás, ez mindenek fölött. Tehát ebben a Baromfis újságban, amit én ugye gyakorlatilag, hát nem én akartam, az újságíró jött, hogy írjuk meg a cikket. Megírta, Veszelka András volt, csak utána nyilvánvalóan nem jelenhet meg. Aztán valaki szólt, hogy mégis jelenjen már meg. És a újság szerkesztő bizottságában azért vannak tudományos legitimációval rendelkező emberek, nem is egy, hanem sok, és nagy takarmányos cégeknek a fontos úgymond szakértői. És akkor úgy indult el a cikk, hogy nem képviseli a szerkesztő bizottság álláspontját, de vitaindítónak úgymond akkor itt van, tessék, hogy mit mond a Mester Károly. És megadták a lehetőséget ezeknek az embereknek, hogy szóljanak hozzá. De senki nem szólt hozzá. Egy állatorvos barátom szólt hozzá, dr. Csillik Zoltán, akivel 30 éve kerülgetjük egymást, és nagyon jó viszonyban vagyunk, sok problémát fejtettünk meg együtt. Ő hozzátett, hogy sőt, tehát gyakorlatilag ezek a szabad aminósavakról szólnak leginkább, tehát azokról is el kéne gondolkodnunk, és én ezért mondom el, mert tulajdonképpen itt megvannak, tehát én a saját majd YouTube-os előadásomban elmondom ezeket a dolgokat, tehát amiben szabad aminósav van, azt nem szabadna, az teremtés ellen van. És ugye a másik dolog, ugye az élelmiszereknek feldolgozása. Tehát ugye régen ugye fermentált élelmiszert ettünk például télen, de savanyított káposzta. Igen ám, de az egy természetes úton volt savanyítva, tehát gyakorlatilag beletapostuk a hordóba, és semmit nem adtunk hozzá, csak sót, és gyakorlatilag a káposztában lévő cukrok, azok szépen elbomlottak, tehát a cukrokra nekünk semmi szükségünk nincsen, abból csinálta meg a tejsavat a tejsav baktérium, és egész télen egy nagy volumenű, vagy nagy C-vitamin tartalmú egészséges élelmiszert, amiben nem volt cukor, tele volt finom fermentált rostokkal például. De ugyanaz a feldolgozás módja a paraszti feldolgozásnak. Tehát, hogy milyen most egy fermentált kolbász, hát bocsánatot kérek, hát most erre nincs itt, hogy elmondani, de az a szarvasi kolbász, amit mondjuk adott esetben
Az én takarmányomon, nem Csaba Csüdön, azért van egy kedves fiatal ember, aki azért most már hetente azért 100 mázs a takarmányt elvisz, azon egy pár sertés megnő, és kiváló feldolgozott sertés termékeket gyárt. Na most ugye gyakorlatilag, hát paprikát miért tett hozzá, úgymond a paraszt ember? Hát az is C-vitamin, ha tele volt. Egy kis kolbász, egy kis C-vitamin ott van volt benne. Vagy számtalan olyan technika volt, amivel gyakorlatilag a feldolgozás során az élelmiszereknek az értékét megnövelték. Hát most, bocsánatot kérek, hát a mostani káposzta, én úgy szoktam mondani, hogy viccesen, az olyan, mint az OCD szerelem. Az hamar megvan, de semmi értelme nincsen. Az 3-4 nap alatt adnak hozzá ecetet, meg egy cukrot, de a káposztában lévő cukrok nem bomlanak el. És nem az a tejsavas erjedés lesz, mert tulajdonképpen a tejsavas erjedés, azok a baktériumok, azok ide bejönnek nekünk, azok nekünk nagyon jók. Hát ez egy olyan dolog, érdekes dolog, hogy a... Tehát hihetetlen mélységek vannak. Tehát a tejsav baktérium az tulajdonképpen antibiotikumot termel. Te baktericin anyagnak hívják, hogy azon a táptalajon a cukrommás ne szaporodjon el. Igen ám, csak azok pont a rossz baktériumoknak a szaporodását gátolják. Tehát amikor valaki igazi savanyított káposztát eszik, akkor tulajdonképpen egy bélbarát antibiotikumot vesz be, és a rossz bélbaktériumot nem engedi. Ugyanez a kovászos kenyér. Ugye a gombák meg a baktériumok elpusztulnak a kenyérsütés során. De a baktericin anyag, amit ezek termelnek, ezek gyakorlatilag ott vannak. Tehát amikor ugye a Petneháza Andinak megeszik a kovászos kenyerét, mert vele is együtt csináltunk műsort, akkor minden nap egy bélbarát antibiotikumot vesz be, és nem engedi a rossz bélbaktériumok szaporodását. De amikor az adalékos kenyeret megveszi, és abban ott van a szója lecitin, a génmódosított szója lecitin, annak a glifozátja meg minden nap megöl a jó bélbaktériumot. Ez a különbség. Tehát ezért mondtam azt, hogy a feldolgozás, tehát az élelmiszer feldolgozás, az végtelen fontos. És még egy utolsó kérdés, visszakanyarodva a legelsőre, hogy ugye az Év Agrárembere díj kapcsán vagyunk itt, aminek most kezdődik egy szavazás, és ugye önre is lehet majd itt szavazni. Igen, tehát ugye ezt ugye jól kitalálták ezt, hogy ugye ez a Mátrai Zoli, aki az Agroten csoportnak a vezetője, ugye ő neki a tevékenységével, tehát van az év birtoka, aztán azt hiszem az év borásza is, meg az év úgymond agrárszakembere. Tehát gyakorlatilag két díj van még, vagy várat még kiadásra. Ugye egyik, az február 18-án lesz egy országos gála műsor, ahol gyakorlatilag a kategória győztesek ugye bemutatkoznak, és ott lesz ugye a 70 tagú zsűri, és akkor a 11-ből megválasztják úgymond a number one, tehát az év emberét, és közben azt hiszem 6-ától indul 16-áig ilyen Facebook, meg ilyen különböző csatornákon a szavazás, ott pedig a legnépszerűbb agrármembert választják meg. Úgyhogy én így is túl teljesítettem már, tehát hogy fogalmazzam meg, ugye én nem számítottam erre, és nyilvánvalóan megtiszteltetés, az főleg, hogy úgymond, tehát mögöttem nem áll semmilyen nagy cég, és ugye hát ott sikerült úgymond meggyőző lenni, meg de azt hiszem, hogy talán itt az elmúlt években azért én elég sokat tettem ebben a kommunikációban, hogy mit kéne másképpen csinálni. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Én is köszönöm.